Sziasztok, én Szuper Snacketők, és ma folytatnánk a 1 millió a tét sorozatot. Milyen 1 millió? 100 millió, bocsánat. Jó van. Na szóval, ugye, ahogy tartottuk ugye előző epizódunkba, elkezdtük ugye csinálni a boltot, ugye. Itt a dolgok, amiket bányáztunk. Azt ja. Gondoltam, hogy ez egy kicsit speciális epizód lesz egy kicsikét. Hát ezt jól elmondtam, na mindegy. És akkor cségoládákat fogunk nyitogatni, hogy megnézzük ezt a új cségoláda nyitást. És ugye elmondanám amúgy gyorsan, itt az elején, hogy nem lesz 2 hétig videó. Igen, 2 hétig nem lesz, szóval 12-től 26-áig nem lesz. Mivel elmegyek nyaralni, szóval nem lesz, igen. Na, hát akkor kezdjük is igazából egész videót. Szóval itt tudunk pár dolgot, csak is, miért ne. Jó, akkor fel van Cségó. És akkor kezdjük itt a nyitogatást. No pénzzel kezdjük, én is azt akartam mondani. Na várjál, honnan szerezzünk gyorsan pénzt? Bakker. Erre nem is gondoltam. Jó, hát ez így egy kicsit nem jó. Kíváncsi, hogy level 10-esek vagyunk tényleg. El is felejtettem. Arra vagyok kíváncsi, hogy még hogy mennyit keresünk éppen. 239,01 dollárt keresünk. Aha. És 200 amúgy az alap, szóval minél ugye nagyobb szintű vagy, annál többet keresel. Ja. Így favágóként 5. Amúgy ugye meg tudjátok nézni, hogy 37 horgász. Bányász az 408. És 262 favágó. Egy kicsit van különbség a három között. Csak egy kicsit, tudjátok. Na. Nézzük. Azt mondja, te ezt még nem is vettük ki. Na, én kíváncsi leszek, PT, két olyat játszottam összesen, ó. Ahol annyira nem is vettem olyan sokat ki, ami gáz, mert azért mégis. Hát... én egy dologra tudok még gondolni, amivel tudunk pénzt szerezni. Nézzük, mivel tudunk még pénzt szerezni így gyorsan. Fatalabb kit PPPPP, kit PVPPPP. Igen, ez itt a kit PPPPP. Viszont, sok a mob, na. Júj, ne. Drága keeper, kipe. Van meg. Ja, fuck, tudok healelni? Nincs, nem. nem, jó van. Hát, van meg. játsszuk le. Jaj. Nehogy valaki betámadjon, mert kinyírom. Na így. Oké. Te is meghalsz itt, kedves barátom. Te meg nem fogsz oda belökni, kedves barátom. Tanulj már meg ijászkodni, ezek kellett ide jönnöm, geci, meghalok. Bazeg. Ja, fa. Hú, bam meg, ott majdnem leestem. Ez eléggé veszélyes hely. Egy kicsit többet szerzek, mondjuk 2 ládára. Ups, ups, ups. Na, ennyit erről. Oh, próbálkozunk, ha? Te meg mi van veled, bam meg? Milyen warpok vannak csak így, amit a playek letettek? Szerencsejáték, azt én... Csak ez az egyetlen warp van, amit nem ad mintet le, lol. Meg a bolt. A bolt, azt már én kisrai már csináltam. Egy tesztboltot, hogy működik ez az egész dolog, meg ilyesmi. Ja, ennyi csak, na mindegy akkor.
Na, gyere ide, barátom. Na, gyere ide. Hogy dögöljél meg így. Na szóval, gyere te is ide. Kicsit figyelünk. Meg lett temetett, ez jó nekem. Kipet támadás, incoming! Ja, fel is belaggoltam. A gyere! Ennyi. Ennyi. Na, már van bőven pénzem. Akkor mehetünk is a csekója. Na, akkor hát, szia barátom, vennék, hát, vennék kettő ládát, barátom. Csak kettőt. Na, jöhet egy good knife. Good knife, jó van, tudok én is. Ott volt, good knife ott volt, pedig. Na, ez nem fogom visszaszerezni biztos a pénzemet, de jó. Ott az jó volt. Ja, ez jó. Szóval ez így 6, 2, és pont visszaszereztem. Na hát én azt mondom, hogy legyünk jólók, azt akkor vegyünk még kettőt. Hát ember. Na, good knife. Hol a good knife-om? Vagy a AVP Lightning Strike-om. Az is jó. Ne, ne! 2000 tér, barátaim, ez a szar. Na, valami jobb, jobbat. Ah, de szarba, az mi a faszom, ez. Na, ez jó igazán. Na, akkor el leszünk. Én azt mondom, hogy el leszünk ebbe. Hogy így veszük, kapjuk. Én azt mondom, hogy egy egy hardened kész, vagy kész hardened, nem tudom. Bazd meg, ott volt a good knife. Ott volt. És ez is jó. Na, profit. Már jönnek itt a profitok, barátaim. 16. Így. És akkor így van, aha. Akkor legyen 3 láda. Én el fogom baszni a pénzemet, én nagyon érzem. Egy good knife-ot. Kérlek. Ott volt egy jó. Az is jó. Profit, az a lényeg. Kész hardened, nem áll. Ne! Fuck! Nem fogjuk visszaszerezni az árát, én attól félek. Ja, pont ettől féltem. Hát, igen, bukni is kell be a játékba, tanulni. Mindegy, 3-at még tudunk venni, az a lényeg. Egy good knife kéne, csak ott az a baj, hogyha elmegy a good knife, akkor már nincs esélyed kinyitni. Ott az elején elmegy. Ha jól láttátok. Ez mi? High school's benne. Ja, basz! Ne! 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 Én ennek örülök, mert ez azért sokat ér. Úristen, na figyeljetek, szóval... 2, 6... 33. 41. Yes! Na, nyitogassunk, én azt mondom. Jólók vagyunk. Bízunk magunkba. Gyűjünk egy good knife-ot. Egy good knife-ot. Kérlek szépen. Oh! AVP Lightning Strike is jó lett volna. Azt is elfogadtam volna, akkor már visszaszereztem volna egyből. Valami olyan nagyot kéne nyitni, hogy így... Nem elgondoltam. Valami olyan nagyot... Mint azt, igen, pontosan. Vagy azt. De az a baj, hogy ez a kettő már elment. És nem lett. Nem már! Mi ez? Hármat nyitottam ebből. Na, good knife. Hol vagy? Elment. Mi? Mi a... Erre? Ne. Elbaszom a pénzem. Megint elment. Wings. Kamer elbaszom. Valami jót nyissak. 6-ból csak jót tudok nyitni, nem? Van esélye. És ott van! Ja nem, az nem volt jó. Good knife, ne menjen el, ne menjen el, nem. Ott az elment, de a good knife még nem ment el. Ott... Megy!
Elment. AVP is elment, láttam. Már rá lehet látni így, hogy így elmegy, vagy nem. Hát ezzel most visszaszereztem. Aha, nem. Hazudt. Majdnem ott volt. Azt ugye érzitek. Majdnem. Már bazd meg. Ott volt az AVP is. Már. Jó. Na barátaim, akkor mennyit költöttünk ki erre? Csak úgy kíváncsi vagyok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Az a 40 ezeret, szóval 44 ezeret. Azaz. Akkor nézzünk, hogy ebből mennyi fog visszajönni. Ennyit? Jó. 79. Na, profit. Profit, profit, profit. Ismét. Na szóval igazából így kell játszani. Most volt mákom, hogy visszaszereztem a pénzem. Ha nem nyitottam volna a Good Night-ot, akkor már meghaltam volna. Hármat kéne nyitni. Ha azt mondom, hogy hármat nyitunk. Egy értékességből ugye persze. Nem csak Good Night-ot. Közben töltök italt magamnak, hogy tudjak inni, a közben itt próbálok mindent csinálni. Háj. Most meg az augokat fogjuk nyitogatni, de jó nekem. Háj. Imádom. Mondom. Szóval így elején azt mondja, hogy így aha, szívassuk meg Alexet, és utána meg Good Knife. Vagy egy M4, az is jó. Az a lényeg, hogy valamennyit keressünk. Ott volt az a nagyon jó dolog, de nem, azt nem akarja. Nem, a játék nem akarja. Jó. Én azt mondom, hogy nem akarok AVP-t, Good Knife-ot kinek kell, meg Case Hardened, azok a legszarabbak, látod, ott is el is mentek, olyan szarok, hogy így elmennek. Nagyon szar, fúj, utálom ezt a fegyvert. Miért is akarom kinyitni? Csak így nyitogatok szarakozásba, nem is kell nekem semmelyik. Se a kés, se az AVP, se a készár, de semmelyik nem kell, annyi a szar mindegyik. Most miért kéne? Próbálom átvenni a rendszer, de nem sik. Na, utálom. Az volt az AVP, még gondoltam. És egy skulls. Hogy ne, de ez csak az első. Örüljünk. Na hát, de jó lenne, ha nyitnék egy AVP Asimovot, amit úgyis csak a Phoenixből lehet, de most én megtehetem, hogy ebből nyissam ki. Na. Nem. Még ott elment egy kés, láttam. Pont az a baj, ha ilyenkor az a baj, ha ilyenkor elmegy, akkor már nincs esélyed kinyitni. Látjátok? Szóval. Nagyon jó. Sem tudott még egyet menni, ott volt pedig az AVP. Sírok. Hát ezen buktunk. Elég sokat. 15-öt vettünk, kb. 15-öt, ja. Akkor az úgy 60 ezer, kb. 60 ezer, nem tudom. Nem vagyok akkor matekos. Na. Nézzük. Annyira visszaszereztük kb. Nem? Á, nem. Azt hittem, de hát nem. Buktunk egy kicsit rajta. Nem, megvettem egy kristályt, ügyes vagyok. Ja, most csak 14-et tudtam venni, nem 15-öt. Na ez lesz az utolsó ládánk. Úgymond csomagunk, ugye ez a 14 csomag. USB Dark voltak. Úgy szerintem lesz egy olyan videó, amelyikben csak nyitogatni fogok. Annyira izgalmas lehet, nem? Mert most nekem így tudok én normálisan pénzt szerezni, de ugye nem vagyok lakker. Nem tudok olyan jókat nyitni. Na, az azt mondom, hogy jó. Ahogy észrevettétek így... Nem kell oda figyelni. Én azt vettem észre, szóval nem figyelsz oda. Jót nyitsz. Megint, majdnem olyat nyitottam. Csak elszóltam. Köszönöm játék, hogy a egyik legjobb kettőt adtad. Persze, hogy a Skulls. Miért ne hallod?
Ennyi erővel már kaphattam volna még egy good knife-ot, azt akkor jövőhetek már a fejemnek, az bekussodok. Azt mondom, hogy ez jó nyitás volt. Én azt mondom. Szóval, hogy ez nem lett egy olyan rossz. Még egy AVP. Vagy AVP-t még nem nyitottunk már. Nyitottunk mind a legkárom értékesebb közül, csak az AV. Na, ezt jól megmondtam. Na, újrakezdtem. A három legértékesebb közül csak kettőt nyitottunk. Azt a kibaszott AVP-t nem tudjuk kinyitni. Pedig tök szép amúgy a Cségó, maga Cségó játékba. Lightning Strike-in, imádom. Azt hiszem az a neve. Nem? Lightning Strike vagy valami ilyesmi. Nyitottál egy mit? Egy Auwings-et, igen. Jobbat nem is tudtam volna. Na. Azt. Valamelyiket. Persze, hogy a Wings. Hogy ne. Skulls 3, Wings 3. Na. Még. Na, most egy Good Knife, vagy egy AVP, mi mindig azt sem mondom. Na, vagy egy AVP, vagy egy Hardened persze, vagy egy Dark Water, ami nagy szar ugye, de nem baj, legalább kerestem rajta. Vagy mégse. Így. Na hát, akkor megnézzük, hogy ezen, amúgy igen, most sokat kerestünk. Eléggé sokat, 100 000-et. Na, visszaszereztünk 100 000. Ezt mondom, szóval, hogy bár mennyiből szereztem vissza, számoljuk össze. Ezt kérem szépen 11 000-ből szereztem 100 000-et. Azaz egy kicsi profitot. Szóval, nem tudom, sok ember azt mondja, hogy ja, ez alig tudsz nyerni ezen az újon, meg alig tudsz profitot szerezni. Szerintem inkább a régi nem lehetett profitot szerezni. Sem azért mondom, mert most jaj, de szerencsés voltam. Láttátok, hogy nem voltam annyira szerencsés. Pont az utolsónál szerencsés voltam, meg kettő jót nyitottam, nem csak egyet. De amúgy is, ha egyet nyitottam volna jót, akkor lenne 80 ezer. Akkor is kerestem sok profitot, szóval... Igen, a szerencsejáték igazából. Na, már van ennyi pénzünk, akkor tudunk már vásárolni, hát még spawnert nem tudunk. Mennyibe kerül egy spawner? Kérem szépen csak 200 ezer, csak. Gyémánt az 5000, nagyon jó. Alvilági csillag az 500, jaj, várjál, ha már itt veszek alvilági csillagból. Igen, napi ajándék. Na, valami jót. Ne szettet, a szett a szar. Fúj. Szett lesz. Ja. Nem olyan rossz, hogy be kell volna, mert most legalább valami jobb szett. Mennyivel lett jobb, arra kíváncsi. Egy fél az armorra. Mindegy, amúgy meg többet is bír, gondolom, egy gyémánt. Aminek örülök. Na, azért jobb, mintha egy sok szén nyitottam volna. Sokkal jobb be kell vallanom. Na. Hát itt egy egyezni egyedül jó. Jó, jó, nagyon jó. Menjünk egy mob arénát. Kiviszünk egy mob arénát. Szerintetek kibírok vinni egy mob arénát? Szerintem nem. Én úgy ismerem magamat. Konzolból elindítom, ha persze választanék valamit. Ups. Mit választjak? Hát megyek mondjuk medikként, az jó. Azt mondja, kérem szépen, mi ez? Ma Force Start 4. Így. Na. Ugye azért jó ez a konzol. A konzol az nagyon jó, hasznos egy dolog, higgyétek el. Na, menjünk a camper helyünkje. Én is akkor itt szoktam a taktikámat használni igazából. Ez 6 perces, jó, akkor ezt még nem dobjuk. Szóval itt igazából itt csak fogunk, azt akkor elleszünk. És akkor itt igazából ja, elleszünk magyarul. Na. Közügy már. Hát igen, hogy ez a mobban nem lehet szerezni pénzt itt is rendesen amúgy. És amúgy ez már úgy, ez lesz a utolsó videó ugye miatt megyek nyilván és sokkal hosszabb lesz, mint eddig videók. Vagy ugye 100 millióból. Szóval nem tudom, hogy mennyire fogjátok megnézni. Én legalábbis, én 40 perces videókat meg szoktam párszor nézni, de szerintem lesz maximum egy fél órás. Nem tudom. Már azt mondom, hogy 10 perces videók azok kevesek, nagyon kevesek, szóval így nem a legjobbak. Viszont 20 percesek, azt mondom, az a legnormálisabb. 30 perces, az pász ugye hosszú lehet nagyon azért.
van valami dolgod, hogy bánj mi, akkor igen. Nincs, akkor nem, hát. Na. Jaj, jaj. Hiszen meg kicsit amerikák amúgy túl sok potion-t kapnak. Csak szerintem van ez így, vagy... Szerintem egy kicsit lejjebb fogom venni, nem azért, mert hogy így szóval szörbb lény a játék élmény, hanem nagyon könnyű így, szóval hogy így fogom bekempelek ide, ez a mappon, és akkor látjátok, hogy így nem az, hogy aggatom is a népet, ugye, de nem is megy a HP-m szinte. Csomó potion-t kapok, amikor nem is kell szinte a sok potion. Igazából, szóval ez így ilyen easy igazából, eléggé easy. Ha tudnék főleg ölni normális a mobokat. Ja, ez a mobai net nagyon át kell gondolni majd, mert nagyon sokan mondták, hogy túl könnyű éppen. Szerintem is amúgy nagyon könnyű, hát most megnézitek. Meg ez a mappon, de ez a mappon hogy jó lett. Többi az volt a baj amúgy, sok ember mondta, hogy nagyon el tudnak rejtőzni a mobok itt, meg át lehet látni, ugye. Ez be igazam, ugye ebben, ennek sok embernek igaza van, hogy ugye tök jó át lehet látni tényleg a mappot. Mert hogy ugye megnézitek, akkor most láttok mindent. Nem az, hogy most ott egy fal, jaj. Például mint a metros. A metros az igazából szébe kell mondanom, jól meg lett csinálva. Maga a játszani lehet, hogy nem olyan jó rajta, be kell vallanom tényleg, de hát nagyon szép szerintem. Hogy így ilyen szét van omlalva, hát igen. Jaj! Boss! És még közben, igen, szóval ez egy nehezítés ezen az arénán, szerintem mindegyikhez hozzáadjuk, hogy közben még jönnek a mobok. Szóval ne legyen az, hogy most akkor jó, jött a boss, öld meg, addig nem jönnek a mobok. Legyen egy kis challenge benne, ugye, hogy jönnek, jönnek tovább a mobok, és nem lesz az, hogy easy peasy lemon squeezy. Ja, fuck. A pókot azt közben próbálom sebezni, hogy tudom, de ja, van erőm, jó? Így. Szóval, meg sok ember mondta, mi lenne, ha több pénzt kapnál érte. Na, ez egy nagyon jó, ezt meg kell gondolni nekünk is, mert szerintem amúgy jobb lenne, igen. Megkapnál így alapból a pénzt, ugye, mint megölsz egy sima bolt, de közben még plusz pénzt kapsz. És az lenne a legjobb, hogy mindenkinek utalna, mert most az a baj, ha egy embernek, akkor most megint az lesz, hogy most valaki beleült egyet, amikor a többiek ott harcoltak már ezért, hogy megöljék, azt akkor ő kapja a pénzt, értitek? Szóval az lenne a legjobb, ha mindenkinek utalna a pénzt. Na, ezt megcsináljuk majd, mert jó ötlet amúgy tényleg ez. Már annyi izém van úgyis akkor. Jups, ez így XT fajja. Na szóval kérem szépen. Aha. Igen, ezeket akarom dobálni nagyon. Hajminc egyes wave, nekem mondom az jó. Mert tényleg. Ja, lejárt az erőm, amúgy most veszem észre. Jaj! Nem volt a legjobb ötlet kinyitni ezt a hülye ajtót. Meg gondolkoztunk ilyen több minigémen, mint hogy ez. Meg inkább olyan minigém, vagy olyan dolgokat akarunk mostában amúgy hozzáadni, ami költenet kell a pénzt. Szóval most nem a milliárdos vagy még minden, akkor valamilyen használ is azt a pénzt. Nem az csak, hogy tárold, úgymond. Valamilyen használ is, nem az, hogy tárold, szó szerint.
gondolkozunk, mondjuk lenne olyan mobile, ami fizetni kell. Van olyan lehetőség. Ez igazából annyira lenne jobb, hogy ugye olyan lenne a mobile, ez nagyon jó, szóval valahogy nyilván kell azt csinálni, de persze, ugye nagyon jó. És akkor menne, hogy te belépő 20 ezer dollár, most mondtam valamit. És akkor van, mire költeni a pénz, de közben lehet, hogy vissza is szerzed, attól függ, hogy meddig viszed ki, szóval 50-50. Ha jó csapatod van, jó fogod kivinni, ha nem, akkor szagot fogod kivinni. Egyszerű, mint az egyszer egy. De már van egy technikám, hogy mobilénán könnyű amúgy. Íj. Na, annyit kell csinálni, hogy pászta magadra kell dobni egy potiont, mikor már kevés HP-d van. Ups. Azt mondom, ez már kevés, amit előbb láttatok, megint láttatok előbb. Igen, amúgy ilyenkor van egy kis probléma, hogy be kell zárni az ajtót. És ilyenkor kell elhasználni ezt a sok potiont, amit eddig tartogattunk. Nem fogok meghalni, köszi. Csak néztem, hogy van-e izé, elvőm amúgy még. Na jó, aztán... Ogyi. Aha, és még jönnek közben a kis szerencsétlenek. Nem játszik, ez nem a legjobb, de amúgy jó. Most jól elmondtam, de amúgy tényleg jó, hogy jól tud jönni. Tehát lehet valami kis zombi, hogy ez nem az volt már. Ah. Ah, Blaze az most felettünk van, vagy hol van? Hol nem meg tudni. Ah, itt van, ja, itt van, jó. Ezek a pókok, amúgy ezt pászok ki tudnak így, fel tudnak úgymond baszni. Azt, hogy ki tudnak nyílni, de hát így szó szerint felbaszni. Az a baj, hogy bekempelt a spawn nem mellé. Ugyanad a gyémánt blokk mellé a spawnnak a magok, ugye látod? Szóval ez mi a baj amúgy rajta csak. Jaj, nem figyeltem a HP-mel. Ez a másik. Aha, két bosszal egyszer, na, Alex is tud, látjátok. Annyi a baj csak ilyenkor amúgy, hogy meghalunk. És nem fogjuk ezt hagyni ilyen könnyen. Ez a baj, hogy nem tudom melyiket öljem így. Én most akkor majd, ups. Jaj. Az, az majdnem. Az egy takarodjál már innen, az meg faszom. Aha! Halljatok ti meg éhen, bazdmeg. Még Ágyal is beszéltem, hogy nem, ugye jönnek úgy a mobok, ugye, hogy még nem ölted meg a boss, és ez így kicsit nehéz, nem kicsit, eléggé amúgy be kell vallanom.
És az a legjobb, hogy ez a pók is kapott regenerációt. Nem tudom melyik volt, de köszönöm. Köszönöm annak a bossnak. De ez a pók volt szerintem úgy. Ezek miért viszi ilyen gyorsan le a HP-t? Ezt nem értem. Mi viszi ennyire le a HP-t? Ez a pók, vagy ennyire leviszi? Komolyan? Ha, ennyire levitte. Nagyon jó. 71-es szín. Nem rossz, nem rossz, nem. Lehetett volna jobb. Na mindegy, az lényeg, hogy van pénzünk. Pénzünk? Na! Szóval, ez csak egy mobaréna volt. Nézzétek meg, hogy mennyit szereztem. Gondolkozok, hogy még hogyan lehetne nehezíteni ezt a mobaénát, mert nagyon láttátok, egyedül majdnem kivittem, szóval 71-es szinten voltam, tényleg az nagyon azért, majdnem kivittem, tényleg. Na, újra egy döntés áll rajtunk. Adjuk el a vast, vasat meg ugye aranyat, vagy inkább tartsuk meg a bolthoz. Én azt mondom, hogy hát emberek megvennék szerintem ugye a... Vaj, Istenem már. Aranyat, vasat, de aranyat biztos, hogy nem, szóval ezt csak eladhatjuk így. Ezt tényleg nem, szerintem nem menné meg sok ember. Az felesleges igazából egyen így árulni. Így, ni. Oké, köszönöm, hogy velem voltatok. Tényleg, két hétig nem lesz videó, azaz 14 napig. 26-án talán lesz, amikor hazaérek, nem tudom mikor fog hazaérni, kb. Délután, de nem tudom, hogy lesz energiám, videót csinálni, lehet, hogy csak aznap után lesz 27-én. Lesz még egy karácsonyi live is, ugye, karácsony egy kicsit utána, szóval nem karácsonykor, de utána pár nappal. Most meg lehet ünnepelni karácsony egy kicsit később is, de nem baj az, na. Ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!